A kommunizmus valóban nem ismert akadályokat, sem területileg, sem ideológiailag. Mondta beszédében Potápi Árpád János a kommunizmus áldozatainak emléknapján Dombóváron. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár emlékeztetett, Kovács Béla az egykori független kisgazdapárt főtitkárának elhurcolása fejezi ki a diktatúra lehetetlenségét. Ma ez az esemény nem csak itt Magyarországon, hanem Közép- és Kelet-Európában is ezreket szólít a megemlékezésre, tette hozzá. A kommunizmus áldozatainak a száma a világon több mint 100 millió, akiket kivégeztek, elhurcoltak, illetve gyakorlatilag fizikailag likvidáltak. Itt Közép-Európában, beleértve Magyarországot is, több mint 1 millió áldozata volt a kommunizmusnak, illetve a kommunista diktatúrának. Az államtitkár hangsúlyozta, február 25-e 2001 óta emléknap, amikor azokra is emlékezünk, akiket ellehetetlenítettek, akiknek be kellett hódolniuk az akkori rendszernek. Bonyhádon az országzászlónál az elhurcoltak emlékművének tisztelegtek a kommunizmus áldozataira. A rengeteg civil mellett az 1956-os forradalomban két Bonyhád környéki kis katona, Domokos Piusz és Szakács Jenő is hősi halált halt. Nagyon fiatalon fogtak fegyvert, megpróbálták ugye az önkényuralmi rendszert eltörölni itt nálunk, és az egyiket Komlónál lőtték le, a másik pedig itt Bonyhádon hunyt el. A rendezvényen beszédet mondott Szilágyi Péter, nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos, aki a hősök előtti tisztelgés fontosságát hangsúlyozta. Minden család életében valamilyen tragédiát, traumát okozott. Gondoljunk csak a több százezer elhurcoltra, a gulágra, bebörtönzött honfitársunkra, az életüket megnyomorító honfitársunkra, akiknek a mindennapjában jelen volt ez az eszme. Bonyhádon, ugyanúgy, mint Tolna megye legtöbb településén, koszorúzással értek véget a megemlékezések.